sárga színű pénzérmékből fogunk ezüstszínű pénzérmét készíteni. A kísérlet nagyon egyszerű, tulajdonképpen itt is egy higanyamalgámat fogok létrehozni ennek a pénzérmének a felületén. Ez ugyanúgy, ahogy az előző kísérletben higany 2 kloridótokat használok, de mielőtt belemártanám, az szükséges hozzá, hogy egy kicsit megtisztítsuk a pénzérmének a felületét, ehhez alkoholt fogok használni. Egy jó üvegbe egy kis alkoholt öntök, majd belehelyezem az 5 forintos érmét. Megtisztítsuk. És amikor megtisztítottuk a felületét, akkor egy textil darabbal megtörlöm. Egy másik óvővel beleöntöm a higany 2 kloridótot, és belehelyezem a pénzérmét egy kis időre. Ilyen. Hát körülbelül egy fél percre. És amikor valamilyen változás lesz rajta, akkor keletkezik rajta az ezüstszínű amalgám. Majd kivesszük a oldalból, és egy törlődő segítségre letörüljük. Picit visszahelyezzük. Már alakul a dolog, kezd ezüstszínűvé válni, de még hagyjuk állni. Most már kezd ezüstössé válni, még mindig nem, de teljesen jó. Még egy forduló. Most talán már látszik, hogy a sárga színű pénzérmünk ezüst színűvé változott. A pénzérmét nem kell eldobni, nem kell attól félni, hogy nem fogadják el a boltban. Néhány nap múlva lekopik róla az amalgámréteg, és újra összemegy majd az eredeti sárga színűt.